És egy város gazdasági életét igazából az mutatja, hogy a legrászorultabbakkal, a legelesettebbekkel hogyan tud bánni. Az adja a mércét. Paks városában a jelenleg működő, a Vácikai Cerberus Alapítvány által üzemeltetett állatmenhely erősen túlterhelt, nem felel meg a kor követelményeinek. Ezért a városban szükségessé vált egy új, önkormányzati tulajdonban lévő állatmenhely létesítése, mely már megfelel a 21. század követelményeinek. Új helyszínen felépülő menhelyen hamarosan az önkormányzat felelősségteljesen tud gondoskodni városunk elhagyott kutyáiról. Hosszú út vezetett a mai napig, hiszen már nagyon régen megfogalmazódott egy önkormányzati fenntartású menhely gondolata. Egy modern, a mai állattartás szabályainak megfelelő létesítmény építése kezdődik meg idén ősszel, melynek urnáját és alapkövét letették az elöljárók. Hosszú keresgélés és előkészület után találták meg a legmegfelelőbb helyet, a 250 férőhelyes, 10.000 négyzetméteres paksi állatmenhely és ebrendészeti telep számára a Paks melletti hegyes pusztán. A telepen műtővel felszerelt állatorvosi rendelő is lesz, hogy az állatok ivartalanítását helyben el lehessen végezni. Az önkormányzati beruházás több lépcsőben valósul meg, közel 350 millió forintos becsült összköltségből.